Hát ismételten jó estét, vagy jó napot, jó délutánt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki ismételten ide kapcsolt hozzám. Hát leutoljára ott hagytam abba, hogy ígéretemet megint nem tudtam megtartani, és nem tudtam másnap vagy a következő nap folytatni az Evil Within-t, de ettől függetlenül mindenképpen szerettem volna minél gyorsabban nekiállni, úgyhogy most igazából vasárnap este van. És ebből egyenesen következik, hogy végre neki tudtam látni ezeknek a dolgoknak. Na te meg... Eltűnt. Rövid barna haj, barna szem. Hallgatad, dödödödö, mit ő milyen névre. Oké, és eltűnt nő, újság. És futni nem tudok, tehát valami itt szerintem történni fog. Nem, újság nincs. Az ott micsoda? Igen, azt mondja, hogy kihallgató és Castellanos detektívnek a párbeszéde. Azt mondja, hogy kihallgató kezd. Tudja, hogy miért van itt? Azért, mert maguk nem csinálják a dolgokat. Ugye egy nem engedélyezett nyomozást folytatott a KCPD eszközeit felhasználva. Ráadásul jelentéseket kaptunk fenyegetésekről és fizikai erőszakról is. Szóval, hogy ha bármilyen bizonyítékuk lenne, már régen elvették volna a jelvényemet és a fegyveremet. Szóval, hogy nyilvánvalóan óvatos volt, máskülönben megtettük volna, de figyeljük. Nem maguk az egyetlenek. Ezt meg hogy érti? Csak kövessenek, hamarosan rájönnek. Ha így folytatja az ivást, akkor előbb-utóbb kénytelenek leszünk. Dolgom van kész, befejeztük? Most. Vékony jégen járkázta János. Ha még egy jelentést kapunk, magának vége. Majd akkor lesz nekem végem, hogyha ezt befejeztem. Kázta János, detektív L. Okés. Na basszus. Ruvik? Hát nagyon remélem, hogy nem. Fogalmam sincs egyébként, hogy mit kell innentől kezdve csinálnom. Tehát most megint abba a dologba vagyok, hogy bedobtam magamat a mélyvízbe. Ó, három kulcsom is van. Bedobtam magamat a mélyvízbe igazából, úgyhogy fogalmam sincsen, hogy mit fogok tudni csinálni. Ahaha. Fölszedem? Jó, akkor szerintem egy szirincset azt betolok a fejembe gyorsan. Tök jó. Na. Mivel hogy az utolsó fejezet következik, ezért én szerintem fogom és kipakolok itt mindent az égvilágon, amit csak tudok. Ezek is jól jönnek, de igazából nem tudom, hogy most... Jó van, és még mindig hagytam egyet. Többet meg nem is tudok igazából, mert ez már a maximum. Na, itt mi lesz? És agylé, végre egy kis agylé. Okés. 31, hát ezzel már talán tudok valamit kezdeni igazából, nagyon remélem. Valami nagyon durva van itt. Oké, lassacskán azért kezdem kirakni a térképet. Nagyon remélem, hogy majd a következő nekifutásra azért meg tudom csinálni a maradék. Ó, basszus. Ez meg zárva. Hát ez eddig nem volt zárva. Valami nagyon-nagyon bizarr dolog folyik itt igazából, úgyhogy épp... Aha, közben Leslie-t hallom így a háttérben, hogy nyomja, hogy losing our minds. Úgyhogy kicsikét furcsa dolgok fognak következni. Remélem, hogy nem az következett be, mint amit igazából sejtettem, amit megjátszottak ugye a Silent Hill 4-ben is, hogy miután, hát ez tök fölösleges tovább tornázni, mert eddig semmit nem kaptam hozzá. Tehát amit megjátszottak igazából a Silent Hill 4-ben is, hogy egy idő után ugye minden volt a ház, ahon, vagy a lakás, ahonnan indultunk, csak biztonságos nem. Na vajon mi legyen? Itt igazából sprint időmet szerintem egy kicsikét föltolom, az úgy ártani nem árt. Legalább most már 6 másodpercem van, úgyhogy az tök jó. Syringet azt nem akarom föltolni. Minden más meg igazából tök jól áll. Ezt nem akarom, ez nem kell. Jó. Kritikus sebzést, azt lehet, hogy föl kéne tornáznom, mert van egy olyan sejtésem, hogy sokat fogok lövöldözni majd az utolsó fejezetben. És kedves Ruvikunkat, feltételezem, hogy őt kell majd megölni, eléggé nyilvánvaló lépés igazából, úgyhogy valószínűleg ezt fogják bedobni. Nem. Ez kell, mert szerintem ezt is el fogom használni, oké. Jó, igazából 5-ös szinten adnak hozzá még ugye egy tűzsebzés 10, de hát egyelőre azt szerintem én nem fogom tudni kihasználni. Jó, majdnem jól állok igazából fegyverrel. Na basszus, mi folyik ott?
Leslie, gyere ide! Mi a f... This way. Oké, és őrült fickó balra el. Vissza tudok menni vajon? Most nagyon érdekel. És nem tudok visszamenni, és nem engedi, hogy visszamenjek. Többi szobában vajon a kedves barátaimmal tudok-e beszélgetni, avagy sem, de... Nem, ott sincs semmi. Hát akkor csak Leslie után kénytelen vagyok igazából elindulni. És nem engedi, hogy rohanjak. Tehát, na, végre. Közben azért próbálok körülnézni igazából. Remélem, hogy találok valahol valamit, mert hogy nagyon-nagyon nagy szükségem lenne valami, vagy egy iszonyatosan durva mordájra, vagy pedig valami egyébre, de úgy látom, hogy sehol semmi az égvilágon. Bocsika, hogyha sokat forgolódok, de igazából próbálom minél gyorsabban letudni ezt a részt is. Van egy olyan sejtésem, hogy nem lesz valami egyszerű dolgom. És nem tudom bántalmazni azt se. Igen, ez egy tökéletesen jogos kérdés egyébként, hogy a kölyök az hova a francba visz minket. Basszus, Laci. És eltűnt. Jó trükk, Batman is mindig így tolja. Azt hittem, hogy meg tudom ütni a hordókat, de nem. Hova a fenébe tűnt ez a gyerek, basszus, ennyi idő alatt? Tök jó egyébként, hogy kocogás közben is visszatöltődik, ezt nagyon-nagyon díjazom. Na, mi van már megint? Bakker! Ez nagyon nem jó hír. Na meg ez se. Beacon, just like Joseph said. Oké, és csak sikerült elérni végre ide is, basszus. A várost azért eléggé csúnyán legyalázták, mit nem mondjak. Tehát most itt gyorsan körbe mutatom nektek. Design az teljesen jó. Hoppá, nem nagyon kéne oda leesni. Na jó, kövessük a hülye gyereket, az a biztos. Bár nem tudom igazából, hogy... Mert ugye mondták, hogy ő volt az egyetlen, aki túlélte a Ruvikkal való összekapcsolódást. Most az érdekelne engem igazából, hogy már előtte is kattant volt, és ezért volt neki könnyebb dolga, vagy pedig ebbe kattant vele, hogy ezzel az állattal... Ó, szevasz, Leslie! Vagy... Basszus, Leslie! Na. Vagy hogy ebbe kattant bele igazából, hogy össze volt kapcsolva ezzel az őrülttel. Jó. Oké, és ez nagyon durván trippel egyébként. Nos, kedves Castellanos, vagy Castellanos detektív. És nem tudok arra menni. Még mindig a cuccokat keresek egyébként, nem. Jó, igazából sehol semmi, tehát akkor menjünk befelé. Persze, hogy elmegy úgy intézetbe kell bemenni. Miért ne lenne sablonos a befejezés? Jaj, hát itt már voltam. Hogyha ezek most fölkelnek, én falnak megyek. Slatty, slatty. Flutyk, flutyk.
Asztalon semmi, legalább valamit adhat. Ó, agylé, azaz, agylé. És nem tudom elolvasni, hogy mit olvasott a pofa. Jó, oda még nem megyünk. Ja, közben kapcsolok egy villanyt is, biztos, ami biztos elopon. Vagy akkor sokkal több, sokkal több mindent meglátok. Nem? Szirincset meg nem tudok igazából egy agylé. Szirincset meg ugye nem tudok fölvenni. Simán áttrappoltam a hullán, tehát azért az nem volt egyszerű. Ja, bocsánat, ajtó. És itt... Hú, de lassan fordul. És még mindig tele vagyok igazából, tehát innentek ez a szirincsel tök fölösleges foglalkozni. Már nagyon remélem, hogy ide majd vissza fogok tudni jönni, mert ezek jól fognak jönni, hogyha kellenek. Ezt a részt már láttam valahol. Szerintem most egyébként oda megyek, ahol a láncfűrészes... Igen, tehát a láncfűrészes pofával kergetőztem ugye még a legelső fejezetben. Legalábbis rémlik, hogy valami oldalajtón jöttem ki, meg ugye egy liften mentem föl. Úgyhogy van egy olyan sejtésem, hogy én most oda megyek vissza a csatornába. Legalábbis nagyon úgy néz ki. And other sensations as they probed my cerebrum, examined my work. An eternity of intensity. Pain. Pleasure. Rage. Ecstasy. Blending together. Na hát igazából Ruvik beszél arról. Oké, oda még nem megyek, mert nincs visszaút. Tehát Ruvik beszél arról igazából, hogy valami... nyugtatót vagy hasonlót használtak rajta igazából, és hogy ennek ellenére minden egyes vágást és hasonlót érzett. Hát nem tudom, hogy mit csináltak vele, de van egy olyan sejtésem, hogy az idióta doki az eléggé csúnyán megkínoszta szerencsétlent. Aha, jól mondtam én, hogy idejöttem. Na, vajon, hogyha lejövök ide, akkor lesz itt valami, vagy tök fölöslegesen igazából dagonyázok egyet. Csak mondom, biztos, hogy biztos alapon körülnézek, hát ha találok valami agylét vagy ilyesmit, de... Nem úgy tűnik, hogy van itt bár... Ó, agylé, azaz. Mondhatnám, hogy a zavarosban halászok, de ez így eléggé gyenge megfogalmazása annak, amiben én éppen mászkálok. Na mindegy. Már igazából kezdek félni a következményektől, mert ugye, mint tudjuk... Igen, finoman közlekedek, mert ugye, mint tudjuk, hogyha... Jól van, Leslie. Tehát, hogyha közeledik igazából az ellen, valami nagy durva lesz, akkor igazából a játék az mindig megdobál minket egy vagon cuccal. Hát persze, hogy eltűnt Leslie. Jó. Az meg ott mi. Ez ugye újabb jegyzet a csatornából. Még mindig álmodsz a menekülésről? Ilyen közel van? Mi az értelme az álomnak, hogyha a tested itt van és nem mozdul? Hát, oké. Mennyit jöttem arrébb? Mennyit jöttem arrébb? Oké, és úgy látom, hogy eléggé sok olyan helyszín van, amit nem láttam még. Nagyon bizarr igazából ez az oda-vissza ugrálás, úgyhogy van egy olyan sejtésem, hogy én... Aha... Ja, mert hogyha itt lemászok... Nem tudom, hogy találok-e még valamit itt a vízben, vagy valahol... De megpróbálok. Próbálok igazából tényleg mindent az égvilágon összegyűjtögetni menet közben, amit csak lehet. Hát odáig nem fogok visszamenni, mert ugye onnan jöttem. Bár érdekel, hogy itt el tudok-e haladni például oldalt, ezt megpróbálom.
Nem tudom, hogy van-e valami a vízben, de tapasztalataim szerint egyébként a játék az nagyon arra megy, hogy a lehető legeldugottabb helyeket nézegessen végig, és akkor biztos, hogy kapok valami extrát. Hát ennél eldugottabb rész meg igazából ki a fene jön el idáig. Közben folyamatos jelleggel nyomogatom egyébként az X-et, azt remélve, hogy valamit föl fogok venni menet közben, de egyenlőre még nem jártam sikerrel. A hangokról meg ne is beszéljek egyébként, hogy mik szólnak menet közben. Nincs itt semmi. Basszus kulcs. Hát most ezért jöttem el idáig? Na mindegy. Tökre tetszik egyébként így a víznek a fodrozódása, tehát nem tudom, hogy a PS4-es változat az hogy néz ki, de nekem kifejezetten szimpatikus most ez, ahogy halad. Csak kicsit lassan, és nem is tudom gyorsítani, tehát fölmenni sem tudok. Ellenben világítok folyamatosan most, hogyha ezt is zsebre teszem, akkor ugye elfogázni. Na mindegy. Azért nézelődök. Annyi értelme legalább volt, hogy tényleg visszamentem egy kicsikét és összeszedtem a dolgokat. Na végre. Oké, és akkor Tipli, ott voltam. Ezt felszedtem. Onnan jöttem. Itt mi van? Ja. Ez valami új helyszín lesz. Közben én meg kémlelem a vizet is, de nem nagyon látok semmit igazából. Oké, akkor tova. Jééé! Cuccok ismételten. Ez tényleg nagyon arra megy, hogy föltöltsön, ami viszont igazából engem a lehető legkevésbé sem nyugtat meg, mert azt jelenti, hogy valami hatalmas nagy gáz lesz. Bár nem hiszem, hogy egyetlen egy ellenre, tehát egyetlen egy Rubikra kellene majd elhasználnom mindent az égvilágon, úgyhogy van egy olyan apró sejtésem, hogy nekem még lesznek problémáim, mire odáig eljutok. Bár tény és valahogy nagyon-nagyon itt mi van? Már félek az ilyen eldugott helyektől igazából, mert ki tudja, hogy mit találok ott. Hogy légy biztosan. Azt meg már nem tudom fölvenni, mert ugye maxon vagyok, na mindegy. Totálisan tök jó egyébként ez, hogy ugyanaz a helyszín, de mégsem ugyanaz a helyszín. Nekem nagyon-nagyon bejön. Csak hol van Leslie? Hol vagy Leslie? Ott hátul van valami vajon, vagy? Semmi jó, akkor viszont irány fel a lépcsőn. Jó. Semmi. Ezt nem tudom fölvenni. By the time I realized Jimenez had betrayed me, it was too late. I was so close. He knew it. Knew that I was too focused to notice when he brought those men. They'd never gotten past my traps otherwise. Their device is a perversion of my own. The device I should have created. My data, my equipment, my theories, my mind. They replaced my husk of a body with a new dimension of torment. Oké, és tehát akkor a Rubikot tényleg megkínozták még hozzá a saját cuccával, tehát a saját alkotásával. Hát érdekes lesz szerintem az eredményt látni. Sehol semmi. Nagyon úgy tűnik egyébként, hogy a játék az simán csak terelget engem. Jó, újra töltök mindent, amit csak lehet. Jó. Oké, és fagyasztót azt csinálok magamnak, mert az nincsen most éppen.
Tudok még egyet csinálni vajon? Nem tudok, még kell hozzá kettő, jó. Mindegy, a fagyasztóhoz mindig jól jön egyébként, ez az egy, amit tapasztaltam, hogy minden egyes ordas nagy dögre ugyanúgy hat. Ajjaj, mi lesz itt? Az meg ott ugye a térkép, gyakorlatilag a csatorna térképe. Hát egyenlőre olyan sokat nem tudok hozzászólni, mert hogy... Óha! Oké, azt hiszem, hogy megvan az úti cél. Viszont első körben onnan jöttem, és ugye ahogy tapasztaltam, mindig eldugnak valamit. Mondtam én, ajdlé már megint. Na itt vajon mi is van? Marha jók a helyszínek, annyira imád. Ó, ismét agylé. Meg egy térkép darab. Ezek... Na. Egészen szép mennyiséget gyűjtögettem térképekből is egyébként, azt hozzá kell tennem, bár még bőven nem elég. Nem tudom egyébként, hogy ez csak valami extra, vagy achievement, vagy mi a fel, trófea jár érte, nem már Xbox-ul beszélek. De hát ez majd ki fog derülni igazából, mert az biztos, hogy neki fogok futni ennek a cuccnak. És azt hallottam, hogy ha legalább egyszer végig tolod, bármilyen módon, akkor megkapsz igazából egy ilyen extra durva módot, ahol gyakorlatilag így bármitől kapsz egyetlen egy meglegyintést és ott maradsz. Hát én nagyon kíváncsi leszek rá, hogy tényleg így van-e. Hogyha így van, az biztos, hogy kihívás lesz, és biztos, hogy el fogok vele hülyéskedni egy jó darabig. Egyelőre most ugye videó miatt én úgy kezdtem el a dolgot, hogy minél gyorsabban végig tudjak menni rajta, semmi sehol. Tehát minél gyorsabban végig tudjak menni rajta igazából, mert elsősorban az érdekel, hogy titeket szórakoztassalak, meg hogy ugye jól érezzem magam mellett közben és a történetet átnézzem. De az biztos, hogy mint ahogy láthattátok már azokból a játékokból, amiket már úgy kezdtem el, hogy ismertem. Tehát ugye a Resident Evil 1, 2, 3, Silent Hill-ek, mit tudom én, általában azért igyekszem a lehető legdurvább fokozaton neki menni, vagy hogyha régebben játszottam vele, de nagyjából még tudom, hogy mihol van, akkor minimum egy normálon, vagy egy normál fölöttin, de most igazából ez ilyen nagyon kivétel. Talán egyszer csináltam ilyet, hogy leggyengébb fokozaton futottam neki egy játéknak, és akkor is pontosan ugyanezért, mert próbáltam volna minél gyorsabban letudni. Ez fura. Tehát próbáltam volna minél gyorsabban letudni és a történetre fókuszálni. Na most ilyenkor mi van itt? Gyufa. Most... Ja, hogy most... Aha! Tehát most értem, ott tudok menteni, tehát akkor most igazából ez helyettesíti gyakorlatilag a szobát. Úgy látszik, hogy oda már nem megyek vissza. De csúnya ott az árnyék, azt a rohadt de csúnya az árnyék. Na mindegy, nézzük, hogy mi hol van. Sprint időt toljon föl még? 10 000 van. Nem tudom. Merre meg nincs elég. Nem. Úgy döntöttem egyébként, hogy mivel a Magnum ilyen nagyon-nagyon durva fegyver mindenben, és nem kapok hozzá előszereket, valószínűleg itt is nagyon durva fegyver, úgyhogy igazából azt fogom fejleszteni majd szépen. Nem tudok bemenni, jól van. Azt fogom majd fejleszteni szépen, hogy minél durvábbat lőjön, mert azt fogom majd használni a legvégén. Oké, köszi, mintha eddig nem lett volna bajom. Szakadj meg! Jól van ám? Bocsi! Wow.
watch out for his eye. What? If you want to live, you avoid Rubik's eye. Watch out for his eye. What's that supposed to mean? You'll see. Oké, na te meg ki vagy, és mit fogsz csinálni, hogyha idejövök? Poor guy. Rest in peace. Azt hittem, hogy legalább ad valamit. Hát öreg, te se vagy a helyzet magaslatán. Hoppá! Oké, ennyit arról a tanácsról, hogy kerüljem el a szemét. A szemét. Most igazából mindenhol szemek vannak, de legalább tudom, hogy a tüzet nagyon-nagyon nem szereti. Mondjuk nem csodálom, miután ennyire megégeti. Oké, oké. Cuccok. És checkpoint valami igazából nem jelent semmi jót. Ó, lőszer. Ó, basszus, sejtettem én, hogy itt valami ilyesmi lesz. Hoppá! És ott jönnek a kis genyák. Szevasz! Egy fej mínusz. Szevasz! Két fej mínusz. Aha. Három fej mínusz. Jó volt igazából föltolni itt a... Jaj, szevasz öreg! Jó volt föltolni a kritikus sebzést. Basszus. Hű, bakker, hagyjál békén! Áh! Na jó van! Áh, bakker! Még jó, hogy van ott egy gyógyító is valahol. Ott maradsz. Jó, ott volt egy szirincs, azt gyorsan fölkapom. Na basszus. Rohadt életbe! Ne már, ne már, ne már, ne csináld, te szemétláda patkány! Na hát, akkor vissza is tértem ide ehhez a hülye gyerekhez. Oké.
Oké, és azt a cuccot azt nagyon-nagyon el szeretném kerülni. Hol vagy, kicsi Rubik? Dögöljetek meg mind! Gyerünk! Felejtsél már el! Okés. Most próbálok mindent összeszedni, többek között a szirincset, azaz meg is van. És most akkor mi fog történni? Ó, izé. Jó, most igazából akkor van valaki valahol, checkpoint jött. Jaj, anyám, mi van már megint? Ó, bakker, ti hiányoztatok még, persze. Tudom, hogy látsz, te bunkó, jó? Errefelé mászkáltok. Gyújtsd már föl! Erről van szó, jó? Ügyes voltál, ez az. Na valahogy így. Ó, basszus! Azt a rohadt élet! Nem ezt akartam. Jól van. És azt most hogyan szedjem le onnan? Húzd le fel, azaz. Gyorsan. Oké. Na erre mit lépsz, te genya? Bake, pánik. Ennyi volt a szemét, jól van. Megérdemeltettem, mocsok. Hű basszus, gyerekek, ne tudjátok meg, hogy milyen szinten most föl vagyok pörögve. Na, ez azért kemény volt. Azt a rohadt mennyit használtam el. Alig van lőszerem, hát ezt nem hiszem el. Nagyon remélem, hogy a játék hagy nekem egy kis időt, és nyugiba végig tudok pakolni, mint a fákja, az jó. És nyugiban végig tudok pakolni mindent igazából. Biztos vagyok benne, hogy vannak még itt olyan dolgok, amiket elfelejtettem összeszedni menet közben. De hát majd mindjárt összeszedem, ugye. Na.
Csak tudnám, hogy merre felé öltem ezeket a rohadékokat. Azt tudom, hogy volt egy pár hely, ahol felrobbantak, meghaltak, mit tudom én. De főleg ott fönt talán. Mész föl? Aha, lőszer, az mindig jó. Szevasz! Hülye gyerek! Tudod kivel szúr? Kozz! Jó, akkor most újra töltés mindenből, oké. és átugrik, ezt nem hiszem el, menjél föl. Na mi van már megint? Basszus. Egy fej mínusz. Persze, másik oldalon is van egy. Oké. Ez így minden csak nem vicces. A francba futása! De legalább fölrobbant, ez pozitív. Másik oldalt leszettem mind a kettőt, vajon? Nem, még ott is van egy bunkó. Jó. Úgy látom, hogy most már nem néznek. Nekem viszont nagyon-nagyon jó jönne, hogyha tudnám fölvenni meg azt a nyilat, de nem tudom fölvenni még. Aha, köszönöm szépen, egy lőszer, pontosan erre vágytam, pontosan elég volt. Sima nyilakat adogat, de hát sima nyilla nem tudnék odáig előni, tehát nem tudom, hogy miért gondolja, hogy azt szeretném visszapótolni, na mindegy. Egyre inkább úgy tűnik nekem egyébként, hogy nagyon arra megy a játék, hogy kipucoljam magamat az összes létező lőszerből, úgyhogy kicsit talán taktikáznom kell. Bunkó. Na jó, azért ez így annyira nem is rossz végül is. Végül is. Csak ez a, ezek az agytekervények, amik itt körbe folynak mindent. Vagy nem tudom, hogy mi lehet. De mindegy. Egész jó igazából... Ah, de csúnya. Egész jó igazából eddig egyetlen egyszer haltam meg. Nagyon remélem, hogy ezt a tendenciát majd tartani is fogom a későbbiekben is. Itt meg mi a rák van. Jaj, Istenem, ugye nem az, amire gondolok. Most már azért fölvenném. Attól tartok, hogy pontosan az lesz egyébként, amitől félek. Már megint a széfes pofa. Ezt oda-vissza tudom kapcsolgatni vajon, vagy? Aha, teljesen jó, oké.
azt a szépes jó édesanyátokat? Basszus. Hű, de jó. Na, erre mit lépsz te? Meg erre, te. Én mondjuk ezt. Nem ezt. Másszál föl? Oké, és akkor gyorsan kell csinálnom nekem fagyasztót. Na, erre mit lépsz te, genya? És nincsen gránátom a rohadt életbe. Kettő. És ott jön a komája is. Ez nem jó vicc, ez nagyon nem jó vicc. De legalább most már ketten vannak. Na gyertek, fiúk. Egyszerre, ha kérhetem, köszönöm. Jó, akkor kell még csinálnom belőle. Pontosan ezt szerettem volna, te mocsok. Aztán adjatok jól, mert különben pöp... ez az 8000 pöpec. Ismét 8. Ez nagyon jó, de ezek sokkal jobban bírták egyébként, mint az előző verziók, úgyhogy ez annyira nem szimpatikus. Shotgun lőszer. Azt meg leszerelem. Nem is tudom, hogy csapdákat vajon dobáltak a szana szét, de gondolom igen. Oké. 12, az már nem rossz. Az már nem rossz. Viszont igazából ez egy nagyon-nagyon elcseszett fürdőszoba. Úgyhogy gondolom, hogy mi... Aha. Most nem veszi... Na végre. Azaz, annyira hülyén jön ki egyébként, hogy néha gyakorlatilag a háta mögé nyúlva is fölkapja a dolgokat, néha meg igazából ennyire sem képes, hogy... Tehát néha meg ennyire sem képes igazából, hogy tényleg ami ott van előtte, azt felszedje. Oké, és... Ezeket nem is tudom, hogy egyébként szét lehet-e szerelni, vagy nem. Azt az egyet tudom, hogy nekem most az a rész ott nagyon-nagyon szimpatikus. Hát, pisztolya legalább maximum vagyok, ez már nagyon pozitív. Na, mi lesz még itt? Nagyon remélem, hogy legalább egy checkpoint, mert ezt nem akarom még egyszer végig csinálni. Rubik. És nem. És ott a szem. És ott van az a rohadt szem. Hát ez remek. De legalább checkpointot kaptam. Azt a rohadt élet. Ajaj.
Valami asszúgja, hogy nekem azt a lámpát feletté be kéne kerülnöm. Gyerünk, menjél vissza! Basszus kulcs! És visszadob! Jól van, azt hittem, hogy valami durvá fog történni, de nem. De közben le is vesz az életemből, vagy rosszul láttam? Mennyi nem, mennyi nem. Sok rohadt lámpa, basszus, nem hiszem már el. És a szélén meg ugye nem tudok elmenni, mert miért tudnék? Próbálom kitapasztalni, hogy mettől meddig megy. Idáig nem jól van. Ez limites volt. Ismét checkpoint, jól van. Oké, gyere ide. Ebben majdnem belesétált. Gyorsan, 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 gyorsan. A fenébe! Ez meg mi? Azt a rohadt! Oké, és akkor ismételten ennek fogok neki futni, és most igazából a bal oldalt szeretném. Tehát, hogyha már lehet választani, akkor inkább azt választanám, hogy... így nyíljanak ki a rácsok, és ezt megint leszerelem. Bár ez most limitesebb volt, de akkor már inkább azt választom igazából, hogy ezek közül valamelyiket leszedem, de talán nem is ez lesz a legjobb, hogyha itt vagyok. Gyorsan, 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 gyorsan. Megvolt, jó. A francba! Nem már! Mindegy igazából, ez most nem olyan vészes, hogyha visszadobál, csak többször ne lásson meg. Oké, egyet már leszereltem, az a lényeg.
Hogyha azonnal elment, akkor leszeglem a következőt is. Aztán szerintem én így haladok sorban. Oké, és ennyivel több időm van. Átjutottam, az a lényeg, átjutottam. Egy rohadt checkpointot adjon már, basszus, gyűlölöm ezt. Semmit nem látok abban, hogy mi történik. Ajaj, nem is akarom látni, mi történik, ezt nem hiszem el. Basszus kulcs, basszus, basszus, basszus. Valami asszúgy, hogy nem nagyon kéne nekem ebbe be... Aj, de hülye kameramozgás. Aj, ahogy ez ennyire lelassít. Hú, de megúsztam. És visszadobott ide. És visszadobott ide. Nem tudom, srácok, hogy mennyi van még vissza ebből a cuccból, de nagyon-nagyon kezd az idegeimre menni szépen lassan. Na jó, Geronimo, belak közepibe. Azt hittem, hogy képeket is tudok nézegetni. Jó. Ha már itt vagyok. Nem volt itt egy szék. Most nem akarok menteni. Most nem akarok menteni. Igazából teljesen fölöslegesnek érzem. Nem hiszem el, hogy nincsen már szék. Ott meg. És még mindig nem tudok bemenni. Hát akkor... vissza lefelé. Igazából elbénáztam ezt a részét. Kellett volna töltenem magamba még az előző körben. Gyerünk, nem? Nem, jó vagyok. Oké. Oké, oké. Hát, fogjuk rá igazából, de... meglátjuk, hogy mire megyek. Nagyon-nagyon remélem, hogy már nincsen sok vissza belőle. Nagyon kíváncsi. Hol a pékben vagyok? Igen, tökéletesen egyet tudok érteni egyébként kedves Sebastiannal. Tehát az a, ha élve kijutok innen, többet nem fogok liftezni. Tökéletesen megértem a problémádat, öreg. Gyerünk! Na, valami azt sugja, hogy ez már a nagyon vége. És nem tudom kinyitni az ajtót. Nem, akkor meg... most mit csináljak? Meg tudom tapizni, vagy... vagy csak lőjek rá? Tök fölösleges volt, na mindegy. Oké, lassan sétál, tehát valami van. Aha! Sebastian, get away from him. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I... doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Ruvik. He's the one that... Leslie, stop.
Basszus, na és innentek ezzel pedig már én vagyok. Voltam. Na, akkor ismételten én vagyok. Oké, nagyon figyelnem kell arra, hogy most akkor honnan jönnek a kezek. Jó. Oké, ez így minden csak nem szimpatikus. Basszus kulcs. Oké, és ez tökre nem jó. Jaj, basszus. Ez szerintem inkább csak ijeszgetés, mert olyan sokat nem tudok hozzászólni hozzá. Na, tehát hogy most mit csinál? Ó, bakker. Gépfegyver! Kapd el, basszus, de nagyon durván, azaz. Lőjed a rohadékot, gyerünk! Azaz, egy kéz mínusz. Két kéz mínusz. Na végre, de ez nagyon durva, hogy a játék egyetlen egy nagyon-nagyon durva fegyverét igazából akkor kapom meg, amikor már tényleg nagyon-nagyon-nagyon nagy a gáz. Gyerünk! Na, gyorsan! Gyorsan a burnyák fejét, azaz ott! Agyat! Gyerünk, legyen meg! Léci, mielőtt ideje, Léci! Na, gyerünk! Gyorsan, mutasd a fejedet! Úgy, ni bele a közepébe a rohadéknak! Na most mi van? Jaj, basszus! Kifogytam! Ne már, ne csináld, léci! Na akkor még egyszer ezt a szemétládát. Gyere ide, öreg! Telibe! Ismét telibe! Basszus, mellé ment. Nem ment mellé. Jó, na gyerünk, mutasd a fejedet. 2 fok kell lenni neki. Tedd le. Azaz. Úgy néha eltaláltam.
Na, az érdekes volt. I created this world. You cannot keep me here. Ruvik. Valami azt súgja, hogy tudom, hogy mit kell csinálnom. Finish this. Ez így már sok mindent megmagyaráz. Szalfatokra a szemétládát, gyerünk! Vital sign, sir. Leave that one. And those two. They're not going anywhere. No one can. Go, go! Detective, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air.
Nos hát, srácki, nagyon köszönöm szépen, hogy végigkövettetek engem itt mind a 15 fejezeten, mind a 24 részen keresztül. Nagyon remélem, hogy ti is annyira élveztétek ezt az egészet, mint amennyire én. Nem volt egyszerű sem a játék, sem a történet, sem a kivitelezés. Nekem pofátlan módon tetszett, és állítom, hogy az egyik legélvezetesebb játékélményem az elmúlt évekből. És bárkinek merem ajánlani, annak ellenére, hogy pofátlanul drága még jelenleg, de bárkinek merem ajánlani, fusson neki. Mert biztos vagyok benne egyébként, hogy játszani egy teljesen más élmény, mint nézni. És tényleg, én azt mondom, hogy ezt át kell élni, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok sikert mindenkinek hozzá, és az az egy biztos, hogyha ez a pofa még egy játékot ki fog adni a kezéből, én már előrevevő vagyok rá. Egyelőre pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és mindenképpen osszátok meg a gondolataitokat, akár a játékkal kapcsolatban, akár a videókkal kapcsolatban velem. Addig én pedig majd, amik legközelebb találkozunk, nézem, hogy egyáltalán mivel fogunk találkozni, de hát ugye fut egy pár projektem most is, biztos vagyok benne, hogy nem fogok nektek csalódást okozni. Köszönöm szépen ismét, hogy velem voltatok. Sziasztok! Escaping the long way down.